azt látjuk, hogy az a MOL Liga szinte minden csapat kivétel nélkül nagyon sokat erősödött, tehát nehéz elvárásokat kitűzni, nagyon nehéz fiatal gondozást véghez vinni úgy, hogy közben figyelni kell egy kicsit az eredményre is. Persze mindig azt mondom, hogy dolgozzunk keményen, hozzunk ki egyenként mindenkiből a legtöbbet, és akkor a csapat is jól fog szerepelni. Tehát az elsődleges cél tényleg az, hogy önmagához képest a fiatalok minél többet tudjanak fejlődni, minél több játék lehetőséget kapjanak, minél többet tudjanak magas szinten edzeni, és én azt gondolom, hogy ez elég lesz arra, hogy mindenkinek méltó ellenfelei leszünk, és tudunk meglepetést okozni a bajnokságban. Amit nagyon szerettem volna, főleg abban nagyon-nagyon jó irányban haladunk, hogy a külföldiek abszolút vezéregyeniségek, hogy nem csak kimondottan a játékukra lesz nagy szükség az idén, hanem akár a jégen, vagy az öltözőben, vagy bármilyen egyéb jégen kívüli programban is abszolút vezérek. Irányítják a fiatalokat, fegyelmezik őket. It's a little bit of a different dynamic having two teams here. Obviously, guys are trying to earn their way onto both teams, so it adds a little bit more competition into the camp. It's a little bit more excitement, and it's good too. You know, we're here to support each other. It's nice having the Ebel team with a couple Canadian guys. There's a couple Canadian North Americans on the MOL team, so there's plenty of Hungarian guys, plenty of Canadian guys. So it makes the transition a little easier. We're just having fun. When you work hard, you're having fun. It's all good, and there's a lot of competition too on the ice. So we are rivals on the ice, but in the room we're good friends. Ádámot nagyon régóta nagyon jól ismerem, gyerekkora óta. Volt ő játékosom annak idején, mikor a Titánok voltak itt kezdeményezésként. Én azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk. Pont az Ádám nagyon jó kiegészítő nekem, ő a maga precíz, kemény hozzáállásával. Mind a mellett, hogy ő tavaly ugye még ebben a csapatban játszott, egy picit közelebb van a srácokhoz, de mégis elég jól eltalálta azt gondolom a hangot már így az elején. Szerintem nincs gond ezzel. Abszolút elfogadnak, de azért nem próbálom én ezt túljátszani, tényleg csak motiválni próbálom őket. Persze itt a fiatalabbakra azért jobban oda kell figyelni, az idősebbek pedig úgy is tudják a dolgokat, nem véletlen ezeket a légiósokat, illetve ezeket a magyar idősebb srácokat választottuk ki erre a szezonra.